Nos, hát szerencsére így ez a hagyma még nem csíp, de tudjuk, hogy ha lepucoljuk a héját, akkor megkönnyezzük, mire összevágjuk a hagymát. A lecsóhoz nem kevés hagyma kell, de állítólag, hogyha langyos vízben megmossuk a hagymát, akkor elkerülhetjük azt, hogy csorogjon a szemünkből a könny a főzés végére. Lecsó fesztivál 16. alkalommal Tiszalökön, és hát az alapanyagokat már szeletelik itt az önkormányzat sátrában. Meglátjuk, hogy milyen ízek lesznek a mai napon, hiszen mint tudjuk, a lecsónak 100 féle verziója ismert. Kóstolgatunk, főzünk, eszünk és jót mulatunk. A nyár nem telhet el lecsó nélkül, adottak a finom alapanyagok, és minden szakácsnak megvan rá a maga dicsérnivaló receptje. A magyar konyha szereti a lecsós alapot, és magyar ételnek is nevezzük a lecsót, de más népek konyhájában is jellemző. Nem érdemes tehát azon vitázni, hogy hungarikum vagy sem, sokan azt mondják, a Balkánról érkezett hozzánk. Mindegy, egy biztos, mi magyarok ízletesen és sokféle módon el tudjuk készíteni. És ahogyan a háziasszonyok mondják, a lecsó olyan étel, amit nem lehet elrontani. A sátrakban már reggel megrakták a tüzet a bográcsok alatt, és hozzákezdtek a főzéshez. Debreceni lecsót főzünk kalocsai paprikával, és reméljük, hogy mindenkinek nagyon ízleni fog. Hát ugye természetesen mindenféle olyan alapanyag benne van, ami egy lecsóhoz kell, és a debreceni páros fogja ezt nekünk egy kicsit különlegesebbé tenni. Szeretik-e a lecsót a hétköznapokban? Természetesen, nekünk van egy nagyobb kertünk is, ahol rengeteg paradicsom és paprika megterem. Mi majdnem minden másnap lecsót eszünk, azt lehet mondani. Nagyon sokat is raktam be, befőztem, lett vagy 30 üveggel, úgyhogy még mindig a párom is előszeretettel viszi a munkahelyére, reggelire és vacsorára is nagyon szeretjük. A család nagyon sokat fogyaszt belőle. És az alapanyagok helyi termelőtől vagy helyben termelt alapanyagokból készül? Helyben termeltük, tehát kerti, friss, mint ahogy szokták mondani, tehát teljesen permetszermentes, természetes natur alapanyagok. Sokan azon a véleményen vannak, hogy az egészséges ételek közé tartozik a lecsó, egy igazán ízletes ételről, amely rost tartalmának köszönhetően segíti az emésztést, víztartalmának köszönhetően pedig felfrissíti a szervezetünket, nem is lehet mást mondani. Persze a főzés során a vitaminok nagy része elvész, de fontos ásványi anyagok és egyéb tápanyagok benne maradnak bőven. Évek óta szokás, hogy a tiszalökiek a városnapon baráti, családi csoportokat alkotva neveznek be a lecsófőző versenyre. Az alapanyagok végül is ugyanazok, mint ami a hagyományos lecsónál. Füstölt mangalica szalonnával kezdünk, zsírját kiolvasztjuk, hagymát rakunk, paprika, ezt a fajta lecsót egy kis fokhagymával megspékeljük, aztán mikor a paprikát beletesszük, akkor kerül bele még egy pár babérlevél, utána felrottyan, onnantól kezdve megy bele a paradicsom, friss borssal megszórjuk, majd mikor már a levét kiengedte, aztán füstölt kolbász kerül bele, vargánya a végére, és mikor az egész összefőj egy picit, akkor kerül bele egy maszkarpónes tejfölös habarás, és azzal készre főzzük. Honnan a recept? Újságot olvasunk és összeszedjük, illetve hozzátesszük a magunkét még, ami ötletünk van. Kipróbált, megpróbáltam, tehát úgy nem jövünk ki, hogy itt kísérletezünk. Tehát. A férfiak, amikor ilyen fesztiválok vannak, vagy főzőversenyek, akkor előszeretettel megmutatják a főzéstudományukat, de otthon, akár a hétköznapokban is így van ez? Mert aki itt tud főzni, vélhetően otthon is a konyhában mester ilyen kavargatja a fakanállal az éppen aktuális pacsorának valót. Természetesen otthon is főzök. Tehát hétvégeken általában kint az udvaron, de a konyhába se jövök zavarba. A nap folyamán a zsűri megízlelte az ételeket, pontozta, bár nehéz volt dönteni, melyik csapatot mi alapján értékeljék. A Barátok közt sorozatból ismert Szabó Erika is így volt ezzel. Én megmondom őszintén, hogy mikor jöttem, akkor így mondtam, hogy hát nem vagyok az a nagy lecsós, úgyhogy nem lesz könnyű, de őszintén szólva mától én azt mondom, hogy szeretem a lecsót, mert hogy nagyon-nagyon finomak voltak. Tehát szinte egytől egyig nagyon
nagyon-nagyon izgalmas ételek voltak, és hát ez ilyen közhely, hogy a zsűrinek nehéz dolga volt, de ténylegesen nehéz dolga volt, mert hát egyik étel jobb volt, mint a másik, és tulajdonképpen a lecsó az csak egyfajta ilyen inspiráció volt a mai naphoz, mert nagyon sokan olyan ételeket főztek, ami nem lecsó, hanem lecsós valami. De hát nagyon-nagyon-nagyon remek művek születtek. Ilyenkor, ha rangsorolni kell, vagy pontozni, akkor mi alapján pontoz az ember? Hát ez azt hiszem abszolút szubjektív, tehát hogy az alapján, hogy ez ízlik, illetve nem ízlik, de érdekes módon úgy nagyjából egyet gondoltunk, tehát hogy nem voltak ilyen nagyon nagy különbségek. A mindennapokban az ember mennyire használja ezeket a hagyományos régi magyar ízeket a konyhában? Ezt azért elég sok mindenkitől megkérdezem, mert más és más választ kapok. Hát szerintem alapvetően azért használjuk, vagy szeretjük használni. Nyilván attól függ, hogy kinek milyen az életritmusa, mennyit főz, mennyit. Tehát, hogy az nagyon más szerintem, ahol mondjuk gyerek van a családban, és tényleg főleg így nyáron napi szinten elkészül egy ebéd, vagy egy vacsora, és az is más. Mi egy picit ilyen rohanóbb életet élünk, és nem, tehát én abszolút nem főzök minden nap. De szeretem a magyaros ízeket, és ami itt például külön öröm volt, hogy nagyon természetes fűszereket használtak, tehát nem volt jellemző a fűszerkeverékek, meg különböző ilyen ízfokozók használata. Mi a jellemző, hogyha már így egy kicsit magadról is beszéltél, mennyire van idő foglalkozni a táplálkozással, a főzéssel? Ugye sztárokat nagyon nagy szeretettel hívnak meg főzőműsorokba, ahol bemutatkozhatnak. Hát sajnos kevesebb idő jut foglalkozni ezzel, mint amennyit én személy szerint szeretnék. Én nagyon szeretek főzni, de sajnos nem mindig van erre idő, és néha tényleg maradnak ezek a, nem tudom, én útközben bekapott szendvicsek, ami nagyon nem jó. De amikor erre lehetőségem van, vagy időm van, akkor viszont kifejezetten szeretek így a konyhában időt eltölteni, engem nagyon megnyugtat. Nyilván ezt könnyű úgy mondani, hogy az ember nem tényleg napi szinten főz, mert azt hiszem, hogy itt mindig az a legnehezebb, hogy az ember kitalálja, hogy mit főzzön. Tehát nálam a főzés általában olyan, hogy órák, amit kitalálom, aztán körülbelül ugyanannyi idő alatt készítem el, tehát nem tudom, lehet, hogy jó lenne ilyenkor így feldobni egy pénzérmét, hogy mi legyen. Van-e valami olyan újdonság, amivel színesítik idén a program kínálatot, vagy ez hasonlóképpen épül föl évről évre, vagy fűzik föl ezeket a láncszemeket? Tehát nagyjából megvan a váza, és mindig picit hozzáteszünk, vagy elveszünk, a per pillanatnyi ötletektől, igényektől függően, de annyira nagy újdonság most nincs. Van-e arra lehetőség, hogy itt a város megmutassa az arcát, vagy a városban működő szervezetek, egyesületek, művészetoktatás? Így van, természetesen, hiszen a fellépők között is találhatók gyermekek, illetve a népi együttes, vagy a népzenei együttes, tehát a hagyományoknak az őrzése is megjelenik itt, sőt a háttérben vannak íjászok is, illetve most sikerült hagyományosan betyárokat átcsalogatni, és lovat is hoztak magukkal természetesen, és a civil szervezetek is megjelennek, hiszen itt a 12 vagy 13 induló csapatból 3 vagy 4 civil szervezet van, akik képviseltetik magukat. Minden civil szerveződésnek van 3-4-5, akik tényleg értelmesen és nagyszerűen működnek, ebben nyugdíjas klubok is vannak. Megvan a lehetőségük, hiszen mi akár épületet vagy termet, helyiséget biztosítunk nekik arra, hogy ők együtt legyenek hetente vagy 2 hetente, és ez már rájuk van bízva, hogy mikor érzik azt, mikor van rá készítésük, hogy üljünk össze, főzünk egyet, beszélgessünk. Tehát én szerintem január 1-től december 31-ig mi kínálunk lehetőséget, és ezeknek a közösségeknek pedig élni kell ezzel. A Polgárok Tiszalökért Egyesületet 2007-ben alapította 20 tiszalöki polgár, azzal a céllal, hogy szervezzék Tiszalök társadalmi életét, megőrizzék a város értékeit. A tagság mostani létszáma folyamatosan bővült, és tagjai között egyre több a fiatal. Megalakították a Tiszalöki Vízi Sportklubot, ahol a 6 évnél idősebb gyermekek sportolhatnak kajak-kenu szakákban, akár versenyszerűen, vagy csak kedvtelésből. Milyen jellegű a tevékenységük? Hát szertágazó a tevékenység. Ugye az alapszabályunkban benne van, hogy szervezzük a civil életet, a kulturális életet szervezzük, részt veszünk azokon, városrendezvényein aktívan részt veszünk,
azon kívül az egészséges életmódon nevelést is felvállaltuk. Üzemeltetünk egy vízisportklubot, és most van alakulóban egy futballszakosztályunk. Milyen programokat és milyen aktív tevékenységet szerveznek az itt lakók számára? Általában mi bálokat szoktunk szervezni, hagyományteremtően van a fagykergető bál, valamint szoktuk szervezni a szilveszteri bált, ezek nem nagyon vannak itt Tiszalökön, és ezért mi felvállaltuk ezt. Elég sokan vannak rajta. Testvérszervezetünk, a Mosomagyaróvári Egyesület is el szokott ilyenkor jönni, és akkor egy országon átívelő kapcsolatokat is ápolunk. Mi a jellemző, milyen a tiszalöki embereknek a közösségi élete, hogyan tartják össze a közösséget? Úgy mondanám, hogy ilyen magok alakulnak ki, társaságok vannak, baráti és egyéb társaságok. A milyen kis az egyesület is egy, szinte már egy baráti társaság, és így együtt összejárunk, kirándulni szoktunk menni. A helyi színjátszó csoportnak szoktuk segíteni a munkáját úgy, hogy mi pályázunk, és a pályázaton nyert pénzt adjuk oda, hogy tudják a színpadra állítani a műveket. Azon kívül ilyen a bálokon szoktunk részt venni, közösen ilyen szabad közösségi napokat szoktunk tartani, ahol az egyesületnek a tagjai, családtagjai ott vannak, lehet kajakozni, motorcsónakázni, főzni, pihenni kint a Tiszaparton. Mit lát, hogyan és milyen irányban fejlődik a város? Ugye itt elég sok minden megszépült Tiszalökön, másrészt van egy olyan természeti adottsága, a Tisza közelsége, ami még nagyon sok lehetőséget rejt a városlakók számára is, és hát a turisztikában is. Igen, itt most a Kis Tisza Ökocentrumnak a megnyitásával és a kalandparknak a megépítésével a turizmus felé nyit Tiszalök, ami már régi vágyunk, szerettük volna már régen, a polgármester úrnak is mindig mondtuk egyesületi gyűléseken is, hogy azt kellene, ugye az ipar az nem nagyon jön erre, és úgy nézzük, hogy most e felé nyit a város, ami szerintem előnyös. Most már egy szálloda hiányzik, ahol több ember egyszerre meg tud szállni. És amíg elkészülnek a finom ételek, addig látogassunk el a Tiszához, hiszen a városba és környékére a Tisza sok látogatót vonz. Nagyon sokan lehetnek kint valószínűleg a Tisza mentén az üdülőterületen, a strand és kalandparkban, illetve amit említettél, az a tanösvény a Holtágon, illetve még ugyan nem indult el hivatalosan a működés az Ökocentrumnak, szeptember 1-től fog indulni, de ők is nagyon sok embert fognak vonzani, különben akik üzemeltetik a strandot, az Ökocentrumot, a tanösvényt, ők szorosan együttműködnek velünk, illetve a Városi Művelődési Házzal és Könyvtárral. Közös rendezvényeink vannak, ma is itt vannak, ők is úgymond szolgáltatnak, és augusztus 19-én például a Holtágon egy ilyen táncos estét tartunk. A későbbiekben vagy a jövőben mit várnak ettől a létesítménytől, az Ökocentrumtól, és hát tulajdonképpen az egész turisztikai komplexumtól, amit Tiszalök számára új lehetőségeket hoz vagy hozhat? Akik pályáztak és működtetik ezeket a komplexumokat, ők alapítványok, illetve gazdasági szervezetek. Tulajdonképpen mi megtaláltuk egymást, a mi elképzelésünket valósították meg a strandtól az Ökocentrumig, és ők elsősorban munkahelyet teremtenek. Tehát mindenki abban gondolkodik, hogy mit jelent az, hogy munkahely. Hát egy klasszikus munkahely, a dolgozó bejár a húsüzembe, a dolgozó bejár a faipari KTS-be. De az, hogy a dolgozó bejár az Ökocentrumba, és ő majd csoportokat vezet, a strandon vagy a kalandparkban csoportot vezet, ezek ugyanúgy munkahelyek, rendszeres jövedelmek, tehát munkahelyet teremt. Másodszorban megmutatja azt a természeti szépséget, amit mi különben észesen veszünk itt Tiszalökön, hiszen itt élünk, és ha ennek egy jó kis marketingje is van, és másképp ez nem is mehet, akkor nagyon sok embert hoz ide Tiszalökre. Később, hogyha még szállások is születnek, akkor itt is fog tartani. Lehet, hogy csak egy hétvégére, majd később, hogyha más településekkel együtt tudunk munkálkodni, és van ilyen tervünk, elképzelésünk, Szabolcstól Tiszadobig, tehát ebben már azért sokat beszélgettünk kollégákkal, akkor akár egy hetet is el tud ebben a térségben majd egy család akár tölteni. Bizony jönnek már Dunántúlról is ebbe a térségbe, és csodálattal nézik, hogy milyen szép a Holtágunk. Az Ökocentrum az egy külön lehetőség lesz, hiszen megmutatja, bemutatja a növény- és állatvilágot, kiváló műszerek, eszközök, éjjellátókészülékek, lesek. Én csak lestem, amikor először megláttam ezeket az eszközöket. Kerékpárok, 30 sok kerékpár, tehát
igen komoly túrákat terveznek majd szárazföldön, és vízen is. Most pedig lássuk, mit főztek még a versenyen indulók. A lecsónak többféle változatát, többféle körettel tálalták, de volt, aki sertés oldalasba töltötte a rizses lecsót. Egy lecsós dagadót készítettünk, amit háromfajle paprikából készítettünk, kétféle szalonna van alatta és házi kolbászból. Tojással és rizssel ízesítettük még a végén. Hagyományos fűszerek vannak benne, paprika, bors, só, ami a lecsóhoz szükséges. Hogyan döntöttek emellett az étel specialitás mellett? Hát igazság szerint én ezt a tévében láttam ezt a receptet, és akkor otthon is kipróbáltam, íz lett a családnak, és ezért döntöttünk úgy, hogy ezzel indulunk a versenyen. Mire számítanak? Mennyire fogja a zsűrinek a tetszését elnyerni? Hát reméljük a legjobbakat. A legjobbakat reméljük. Először vannak itt ezen a fesztiválon? Nem, egyébként? Nem, már régebben. Régebben is a vadásztársaság mindig más étellel indult, most emellett döntöttünk. Milyen eredménnyel szerepeltek a versenyen? Volt harmadik helyezésünk is, második helye, első is, úgyhogy reméljük, hogy most is a legjobbak között szerepelünk. A vadásztársaság sátránál ki van függesztve egy lecsó, a kolbászos lecsó, ahogyan a vadászok szeretik. Igen, ez egy régebbi recept, neme szerint készítettük, most ez egy újabb recept, amit kipróbáltunk. Hát a nánási betyárok mivel érkeztek ide Tiszalőkre? Először is szekérrel érkeztünk, de amúgy a főzésnek racka birkát főzünk, szürke marhát és lambucot. Bármivel lehetett nevezni a Lecsó Fesztiválon, de azért egy kicsit a lecsónak benne kell lenni itt az ételekben. Igen, hát lecsós alapon készül mind a kettő. A slambuc viszont köretnek. Abban nincsen lecsó. Első alkalommal járnak itt? Igen, itt első alkalommal vagyunk. Meghívtak bennünket, és eljöttünk. Ugye mindenki, hogyha hoz valamilyen étel különlegességet, akkor így a saját ötletét, a saját ízlését belerakja. Önök hogyan készítették el? Ez titok, ezt nem lehet elárulni mindenkinek. Egyszerű, amúgy egyszerű fűszerek van, csak házi jellegű fűszerek vannak benne, amit mi magunk készítünk. Nincsen ilyen bolti delikát, meg ilyeneket mi nem használunk. Ennyi. Honnan valók az alapanyagok? Hát ezt is mi neveljük. Úgy a marhát is, a birkát is, mindent magunknak van egy kis tanyánk, és akkor itt neveljük. Na, ezen a főzőversenyen korábban megmérettette magát, még versenyzőként, most pedig zsűriként a mások ételét pontozhatta. Milyen érzés volt? Igen, elég érdekes volt. 3 évvel ezelőtt vettem részt először a Lecsófőző Fesztiválon Tiszalökön. Akkor első helyzet lettem. Tavalyi évben pedig második helyzet, és az idén pedig zsűrizni kértek fel a Tiszalőki Önkormányzatnak a szervezői. Nem volt könnyű, mert azokat a csapatokat, amelyeket itt a mai főzőversenyen bíráltunk, olyan új magyar és nemzetközi fúziós konyha ízeket is vittek az ételekbe, ami a zsűrizésnél nem volt egy könnyű feladat. Mi, a szabadtűzi lovagrend zsűri tagjai, próbálunk mindig objektíven bírálni egy ételt. Na most itt a lecsós ételfőző versenyen, tehát lecsókat kellett bírálnunk.
A lecsós ételeknél, ugyebár az íz, zamat, harmónián kívül figyeltünk arra, hogy a magyar alapanyagokat használják, tehát hungarikumokat. Itt a házi jellegű szalonnák, kolbászok jelentek meg a tiszalóki főzőversenyen, és ezt sikerrel használták a csapatok. Melyik íz volt a legjobb, vagy a önhöz közelebb állóbb? Az én hozzám legközelebb álló és dínyhetes csapatnak a lecsója egy kulák lecsó volt. Ez egy csülkös lecsó, és paradicsomban, illetve paprikában volt tálalva. Egy ilyen fesztiválon lehetőség nyílik az embereknek arra, hogy megismerkedhessenek egymással, és a helyben lakók is közelebb kerülhessenek egymáshoz. Kárpáti Péter szeret Tiszalökre jönni, most sem először vezeti itt a műsort. A Barátok közt sztárját igaz kiírták a sorozatból, de még mindig nagy kedvenc. Hát az a helyzet, hogy ez egy olyan lecsó fesztivál, ahol természetesen nem csak konkrétan a megnevezett kaját csinálják a kedves főzőcsapatok, hanem csináltak, készítettek mellett, egy pontos, készítettek mellette más gurman vagy gurméságokat is. Az egyik például ilyen volt a sült hagymás vére, ami be kell valljam nekem gyengém, mint ahogy az összes ilyen belsőség. Így öreg koromra most már azért teljesen oda vagyok tőle. Hát még csülkös velős pacal, resztelt máj, pájsli, ugye a jó kis szalontüdő zsemlegombóccal, vagy ne adj Isten veselő. Úgyhogy nagyon jókat tudok ám mondani, és ezek tényleg nagyon finomak. Szeret ide járni a Nyírségbe, vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe? Egészen más az embereknek a fogadtatása. Itt az emberre rámosolyognak, mikor szembe jön. És erre nem lehet mással válaszolni, csak egy viszont mosolja. Valóban most már nem először vagyok ebben a térségben. Hála Istennek, hogy úgy látszik, hogy vagy bíznak a gasztronómiai zsűri képességembe, persze ez egyáltalán nem biztos, hiszen én csak ilyen társadalmi passzívaként szoktam részt venni a zsűriben. De valóban annál nincs jobb dolog, mikor az ember megismerkedhet mindig a különböző tájegységek ízeivel. És ezen a vidéken ugye itt is eléggé változatos a konyha, akár az autentikus konyha is, akár a újszerű ételek kipróbálása, mint ahogy Magyarország egyéb vidékein is, és mindig nagy tisztelettel fogadom el ezeket a meghívásokat. Azért ebben benne van az is, hogy az ember kialakít kapcsolatokat, baráti kapcsolatokat is, egy-egy ilyen térségben, hogyha sokat fordul, meg gondolom más szál is köti ide. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen, ha úgy vesszük, az abból a szempontból, hogy milyen jellegű egy fesztivál, hogy gasztronómiai, kulturális, gasztrokulturális, és a többi, és a többi. Ebből a szempontból mellékes, a lényeg a fő, méghozzá az, hogy az emberek együtt vannak, egy egész nap beszélgethetnek, lazíthatnak, aztán a taposómalom utána mindig mehet tovább, de szükség van egy ilyen beszélgetésre, kapcsolat, teremtésre, kapcsolat. Nem kell különösebb dolgokra gondolni, ez olyan, hogy tetszenek lenni, jó, Andriskám, miért haltál meg a sorozatban, stb. Stb. Ezek olyan jó emberi dolgok, hogy szoktam mondani, ilyenkor szeretett bombonok cserélnek gazdát, és ez fontos. Érdekes módon én soha nem azt nézem, hogy mondjuk melyik fesztivál az, amin látni, hogy nyertek nagyon sok 100 000 forintot, vagy néhány milliót a megrendezésére, és ennek megfelelően ugye gazdagabb a felhozatal, akár játékokkal, akár több vendéget tudnak meghívni, akár több fellépőt, akár mennyivel nagyobb. Én azt gondolom, hogy ezek másodlagos dolgok. Az elsődleges dolog az ott is megvan, ahol nagyon kevés pénzből kell gazdálkodni, és amit az előbb említettem, ezt nem véletlenül mondtam meg, ez nem ilyen szokták mondani, hogy szeressük egymás gyereke. Persze nem ezen a szinten, hanem tényleg, hogyha elmegy az ember egy olyan helyre, ahol mondjuk kevesebb a büdzsé, mondjuk egy ilyen összejövetel egy településnapra, semmiben nem különbözik azoktól a helyektől, ahol mondjuk erre több pénzt fordítható, semmiben nem különbözik, az a fontos, hogy a mosoly meglegyen, és a mosoly az mindenhol egyforma értékű, és nem forintosítható. Háromszavú legények, meg-meg-meg, elindultak szegények, meg-meg-meg, hárman ültek egy kecskére, úgy mentek el kecskemétre, meg-meg-meg, egy faluba beérnek, meg-meg-meg, egy kocsmába bedírtek, meg-meg-meg, Nos, hát a szabolcsi ovisok az Orsi nevet nagyon jól ismerik, itt több óvodában, több településen megfordultál már a kis komplett előadásoddal, hogyan fogad a közönség? Az a tapasztalatom, hogy szeretnek. Hát mivel gyerekekről van szó, a recept nagyon egyszerű, zene, humor, játék, ezt minden gyerek szereti, úgyhogy ehhez kapcsolva talán engem is szeretnek, úgy vettem észre.
Hogyan állítod össze a repertoárt egy-egy ilyen 20-25-30 perces előadás? Hát az változó, mindig amikor megérkezem egy ilyen helyre, van egy ilyen, hát ilyen 40-50 számból álló kis repertoárom, de mindig megnézem, hogy milyen korú gyerekek hajlandóak játszani velem, és gyakran menet közben találom ki, hogy mi lesz majd a következő játék. Mondjuk ebben az esetben is így volt itt a buli alatt. Ugye látom, hogy mivel lehet őket egy kicsit megmozgatni, mi az, ami tetszene nekik, egy kicsit belegondolok, meg hát megnézem a korosztályt, mert nyilván egy 3 éves gyerek nem mindig ugyanazt szeretné játszani, mint egy 10 éves. És kimondottan csak a gyerekek a közönséged, vagy pedig, mert itt lesz még egy műsor, én tudom, hogy a felnőttek is, és a nosztalgia buli. Melyik a szívedhez? Nem is kérdezem meg azt, hogy közelebb álló. Ez nagyon nehéz kérdés, mert mindig pont az, amit csinálok. De általában, ha éppen egyiket sem csinálom, akkor mindig azt mondom, hogy a gyerekműsor, mert a gyerekek annyira hálás közönség, hogy tehát ők rögtön benne vannak, hogyha olyan hang nem ütök meg, akkor rögtön benne vannak a játékba, a buliba, meg hát meg lehet őket egy kicsit mocorgatni, kicsit lehet őket motiválni egy kis meglepetéssel, cukorkával, ajándékkal, úgyhogy. Szépen kiugráltak, meg, az ablaknál a kecske, meg, őket már rég ott lestem, meg, gyorsan rája, felugráltak, még gyorsabban elvágtak. A tiszamenti települések mindegyikének van értéke, sajátossága és hagyománya, amelyet meg kell őrizni, sőt, ezekre építve a következő időszakban a tiszamenti települések turisztikai célokra pályázni is tudnak. Erről dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő beszélt a fesztiválon. Itt a tiszamentén minden településnek van értéke, sajátossága, hagyománya, mondhatnám azt is, hogy kuriózuma, hogyha itt megnézzük egészen Tiszalöktől, de hát a Tiszadobtól is megnézhetem az Andrássy kastélyt, vagy Tiszalök maga üdülőtelep. Nagyon sokan járnak itt a Tiszára, nyáron képzőművészeti alkotótábor is van, de hogyha tovább megyünk föl Rakamazon át, Szabolcsra, Balsára, Tiszabercelre, akkor azt lehet mondani, hogy a turisztikában vannak még kiaknázatlan lehetőségek. Azt szeretném elérni, hogy a polgármesterek összefogással egy olyan turisztikai attrakciót valósítsanak meg, vagy pályázzanak a mostani uniós ciklusban, ami összefogás eredményeként jönne létre a Tisza mentén. Ezt ki kell találni, ezt az ötletet, de erre van lehetőség, és én azt gondolom, hogy a 2014-2020-as uniós források között csak úgy van értelme pályázni, ha több település összefügg, és a saját ötletét egy nagy turisztikai pályázatba beépítjük. Nem jártam arra még, régen Cézárt értettünk, nem láttam még sosem a pápát személyesen. La 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 la